Történészek, régészek, néprajzkutatók és a történeti földrajz képviselői vettek részt Sárospatakon a Tájhasználat és antropogén tájformálás a Zempléni hegységben és környékén című konferencián. A sorozat 1998-ban indult útjára a Rákóczi Múzeum és a Bodrogközi Művelődési Egyesület szervezésében, melynek 2019 óta társszervezői a Nyíregyházi Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának Történeti Földrajzi Albizottsága. A konferencia keretében idén is változatos előadásokat hallhattak a megjelentek. Nagyon érdekes például Sümegi Pál professzor úrnak a Bodrog közben végzett rétegvizsgálatai, amely a honfoglalás korának nagyon fontos forrásanyaga a porleneken keresztül, hogy milyen életmódot is folytattak, milyen is volt a társadalmi rétegzettsége a honfoglaló magyarságnak. De hallhattunk előadást arról, hogy hogyan is tárták fel történészek, földrajzosok, alapvetően földrajzosok, de akik bevonták a történészeket, néprajzosokat is, a Zempléni hegység természeti, társadalmi folyamatainak feltérképezésébe. Egy előadás érintette a pálos kolostorok gazdálkodását is. Belényesi Károly 30 éve foglalkozik az abaúi Göncz-Ruszka regész kolostoraival. Pálos kis enklávja, ami ott kialakult tulajdonképpen a 13. század végétől egészen a 15. század végéig, és tulajdonképpen egy meghatározó gazdasági részévé vált ez a közösség az abaúi hegyaljának. Van egyfajta pálos rendre jellemző gazdasági forma, ami itt nyilván az abaúi hegyalján is jelentkezik, hiszen nem szabad elfelejteni azt, hogy egy olyan rendről beszélünk, amely fennállása során végig ragaszkodott a remete hagyományokhoz. És így a helyválasztás tekintetében az, amit mondjuk az Zemplén vagy az abaúi hegyalja kínál, az a világi élettől kicsit elzárt a közösség remete hagyományait mutató természeti környezet, az itt nagyon jó adottságokat kínál a remeteségek létrehozására. Ringer István a Sátoraljóújhelyi Állami Közpince korai történetét mutatta be előadásában. A témaválasztás apropóját az adta, hogy ez az épület, ami nem csak Sátoraljóújhelyben, hanem Tokajhegyen is egy emblematikus épületnek számít, ennek a helyreállítása, a rekonstrukció lezárult, és rövidesen a turisztikai célú hasznosítása is megkezdődik, és hát van néhány olyan félreértés az épülettel kapcsolatban, amit talán érdemes eloszlatni, és nagyon izgalmas azt megvizsgálni, hogy ez a hát ugye új helyek által egyedülállónak tekintett épület valójában nem volt teljesen egyedülálló, egy olyan rendszernek a részeként jött létre 1912-ben, és aztán adták át hivatalosan 1914-ben, ami arra volt hivatott, hogy az akkor válságban lévő borágazatot valamilyen módon fellendítsük. Az előadások írásban is napvilágot látnak majd a korábbi évekhez hasonlatosan.